egy nagyon fontos témával folytatjuk a beszélgetést. A Bíz Vakon közhasznú egyesület képviseletében köszöntjük itt Balog Anikót, az elnököt, és Daniló Zoltánt, a Láthatatlan Kiállítás tárlatvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A programnak az a célja, illetve az egyesületnek most az a legújabb programja, hogy szeretnék segíteni a látássérültek vakok munkaerőpiacra való visszajutását, és ennek keretében egy egészen elképesztő programsorozatot indítottak el, hogy közelebb hozzánk ezt a világot, a láthatatlan kiállításnak megfelelő élményben legyen része bárkinek, és megtapasztalhassa, hogy hogyan működünk együtt, úgyhogy erről fog most beszélgetni. Mikor indul a program, mi a legfontosabb állomása, kiket várnak? Több állomása is van a programnak. Úgy terveztük, hogy mivel ez a cél, én azt gondolom, hogy nem csak egy oldalú, ezért több irányból is próbáljuk ezt a célt megtámogatni, ami az egyik része a munkáltatóknak az érzékenyítése és az ő részükre összeállított programsorozatok, illetve a látássérültek részére is készítettünk képzést, ami segíti azt, hogy ők egy interjún mondjuk jobban tudjanak szerepelni, és ez egyébként már le is ment, most a cégeket várjuk elsősorban, hogy jelentkezzenek arra az érzékenyítő programra, ami egyébként beilleszthető egy csapatépítő program. A része az is, mint a láthatatlan kiállítás, hogy valamilyen módon belekerülnek a vakemberek helyzetébe? Így van, tehát lesznek ilyen, tehát nagyon fontos ezt elmondani, hogy ezek a programok mind ingyenesek, tehát lehetőség van ilyen ingyenes kitelepülésekre a munkáltatók telephelyén, aztán vannak HR-es képzéseink, hogyan interjúztassunk látássérülteket címmel, valamint lesznek ingyenes nyílt napjaink is, és nagyon fontos, hogy erre nem csak a cégeket várjuk, hanem a lakosságot, és még azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem csak olyan cégeket várunk, akik látássérülteket foglalkoztatnak, vagy szeretnének foglalkoztatni, hanem olyanokat is, akik nyitottak az újra a sokszínűségre, és szeretnének egy pár órát eltölteni velünk látássérült dolgozókkal. És milyen módon történt ez nagyon, Tamás, ne haragudj, az érzékenyítés most veled fog kezdődni. Anikó hozott egy párnácskát, vagy egy készült ilyen... Na, próbáljuk ki, hogy én is beleéljem magam ebbe a helyzetbe. Így lesz az igazi. Amíg megkapod ezt a szemtakarót, addig én elmesélem, hogy életem egyik legszebb élménye volt, azt gondolom, a láthatatlan kiállításon való részvétel, hogy mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, egy nagyon más típusú kapcsolat jön létre, ahol egy látássérült segíti végig a különben látó embert egy teljesen új környezetben. Tamás, például furcsa, hogyha most itt megfogom a kezedet, vagy így mondom, hogy most akkor te kérdezhet. Hát elég sajátosan. Másképp érzékel az ember a világot. Ez biztos, hogy sokkal fokozottabban, például kiélesedik az embernek a hallása, azt figyelem. Jobban kell figyelni, igen. Mert hogy abban az irányba fordulok, óvatatlanul a hang jön, hogy próbáljam jobban megérteni. Ez egy tévhit, hogy a látássérülteknek a hallása, szaglása, tapintása, ízlelése sokkal kifinomultabb, mint egy látóé. Az a helyzet, hogy mivel a információ szerzés 80%-át a látás útján nyerjük, ugye ez a 80% ez nekünk nincs meg, tehát mi kénytelenek vagyunk a maradék 20%-ot használni. Tehát gyakorlatilag mi jobban odafigyelünk dolgokra, de ugye mi ezt már megszoktuk, és ez nekünk már így rutinszerűen megy, de ez így nem teljesen igaz, hogy a többi érzékszervünk nekünk kifinomultabb. Hadd száfoljak egy kicsit, nekem volt egy osztálytársam, szintén gyengén látó osztálytársam, még általános iskolás koromban, úgy hívták, hogy Gárdos András, aki hát gyakorlatilag nem látott, viszont a zenei hallása egészen kifinomodott, és kiváló zongorista lett belőle, éppen ezért, mert hogy a fülére hagyatkozott nagyobb mértékben, legalábbis a tanárok ezt mondták, hogy hát ez is egy ilyen sztereotípia, hogy a látássérültek
jobban megtanulnak egy zenei darabot, mint a látók, tehát szerintem... Lehet, akkor ettől független tehetség volt az osztálytársam esetében. Anikó, miben segíthetnek, tehát amikor oda mennek egy céghez, mennyire nyitottak arra, hogy azokat a munkatársakat, leendő munkatársakat megismerik, mert ez a programnak a valódi célja, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Milyen pluszt adhat egyik-másik oldalnak egy ilyen találkozó? Én azt gondolom, hogy túl egyszerű a dolog, vagy nagyon egyszerű a dolog, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben a látássérültek munkavállalása ott esik kútba a legelején, hogy a munkáltatók nem tudják, hogy mivel jár. Azt gondolják, hogy ez egy óriási feladat, nagyon sok mindent kellene megtenni, vagy változtatni, és akkor annyira sok macera inkább ne is foglalkozzunk vele. De akkor, amikor szembesülnek azzal, és találkoznak a látássérültekkel, elbeszélgetnek velük, akkor rájönnek, hogy aha, lehet, hogy nem is annyira problémás ez a dolog, mert van megoldás arra, hogy őket hogyan lehet megfelelően alkalmazni. Tehát, hogy már maga a találkozás az, hogy ráébrednek arra, hogy nem egy óriási dologról van szó, szóval én azt gondolom, már ez... Zoli, mitől lesz jobb egy közösség, ha bekerül oda egy látásérült néhány mondatban? Mit tudnál nekik üzenni, akik otthon néznek bennünket, és hogy elgondolkoztak ezen? Mitől lesz jobb? Igen. Hát ez egy elég nehéz kérdés. Hát nem tudom. Én színesebbnek tartom, érdekes mondani, és talán egymásra oda, jobban odafigyelünk. Jobban odafigyelünk egymásra, meg hát az... Azzal szerintem jól jár a látássérült személy is, meg a cég is, hogyha ha alkalmaznak látássérülteket, ugye egy idő után ez ugye kiderül, és talán a többi cég is átveszi ezt, és akkor ők is elkezdenek alkalmazni látássérülteket. Nyitottabbak lesznek valamennyit. Pontosan, igen. Tehát nagyon fontos, tehát a Népligetben a következő nyílt nap esemény július 26-a és 30-a között ingyenesen ki lehet próbálni egy láthatatlan kiállítást. Mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. Nekem életem egyik legmeghatározóbb emléke volt, gyermekeim, mert még kicsik voltak, mentünk el, nagyon szerettük, úgyhogy mindenkit erre biztatok. Tamás, milyen volt így? Érdekes volt, köszönjük, bár nem látom az órát, igen, viszont annyira kifinomult a hallásom, hogy abból, amit most mondtál, arra következtetek, hogy lassan az adás vége fele közeledünk. Köszönjük szépen, érdekes élmény, mindenképpen érzékenyítő élmény volt, és fura, egészen más érzés ezzel. Ugye ezért is várjuk a cégeket, hogy jelentkezzenek be, mert nekik nem csak a nyílt napok, hanem azon kívül is vannak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ma reggel. Önöknek pedig a figyelmet, találkozunk holnap reggel. Köszönjük szépen, viszlát holnap.